Felkérem nemzeti ünnepünk szónokát, dr. Vitányi István országgyűlési képviselő urat, hogy tartsa meg ünnepi beszédét. Legyen béke, szabadság és egyetértés. Tisztelt ünneplős emlékező polgárok, hölgyeim és uraim! 170 évvel ezelőtt tört felszínre ez az óhajtás, melyet a március ifja fogalmaztak meg. 1848. március 15-én eljött az ideje, hogy a sok évtizedes, sőt évszázados önkény, a nemzet érdekeit semmibe vevő, a Magyarország népeit másodlagos állampolgárnak tekintő birodalmi politikával szemben végre történjen valami. Akkor is, mint ahogy sokszor a történelemben, a lángrekő ifjak voltak azok, akik az első lépéseket megtették. Az Európában akkorra már több helyen kirobbant forradalmak híre elérte Pestet, ahol hirtelenében 12 pontban foglalták össze mindazt, amire a magyar nemzet akkor már igen régóta joggal vágyott. Ez nem volt elszigetelt jelenség. 1848-ban Európa harmadik nagy forradalmi hulláma kezdődött el, amely nem is lepett meg senkit. Itáliában és a lengyel területeken 1815 óta szinte minden évtizedben volt valamilyen megmozdulás. A porosz, osztrák és orosz nyomás alatt élő lengyelek, az önmaguk helyét mindig nehezen találó franciák, és a bécsi udvar gyarmatosító törekvései ellen fellázadt bécsi, pesti vagy éppen velencei polgárok mind ugyanazt akarták. A három idézett fogalom egyenként is értelmezhető, de igazi ereje csak akkor van, ha együttesen tudjuk érvényen juttatni. Azon a tavaszon ez megtörtént. Egyetértés volt abban, hogy a nemzetek érdekén átlépő, azokat semmibe bevő irányon változtatni kell. A radikális változásra volt szükség. Ezért is lettek a mi márciusi ifjainkból forradalmárok, a forradalmárokból pedig a melléjük álló százezerekkel szabadságharcosok. Akik önrendelkezést akartak, akik azt szerették volna elérni, hogy ne egy külső hatalom mondja meg, hogy mit, miért és hogyan tegyenek, feladva saját értékrendszerüket. Hogy ne egy szűk európai vagy világelit akarata és haszonványa érvényesüljön az európai népek javait kiélve. Ugye milyen ismerős módszer ez?
akkor ezért tűzték el az osztály helytartót Krakkóból, ezért kellett februárban az utolsó Bourbonnak, Lajos Fülöpnek Párizsból elmenekülnie. És ezért csöpött végig márciusban a népek tavasza Berlinen, Palermón, Bécsen, Pesten, Prágán és Velencén. A szándék tiszta volt és világos. Mindenhol békés tüntetésekkel, a követelések megfogalmazásával kezdődött. A visszafordítottan folyamatokkal szembeni ellenállás azonban tüzeket gyújtott az öreg kontinensen. Tisztelt ünneplők! Szabadságot kivívni és megtartani azt is jelenti, hogy számot vetni, majd számot tenni mindig, minden körülményben képes legyen egy nemzet. A szabadság, önállóság nem jelenthet elszigeteltséget, mint nem jelentett akkor sem. Magyarország beállt a forradalmi nemzetek sorába, és napjainkhoz hasonlóan akkor is megtalálta a szövetségeseit, akikkel együtt megrengette azt a világrendet, amely fenn akarta tartani a régit, a korhatárom szervezetet. Az olyan államokat, melyek polgáraiba azt súlykolták, hogy csak ők, a megdönthetetlen uralkodóházak adhatnak a népeik számára boldogulást. Eközben pedig a külső célokat és erőket szolgáló, önmagukat feladó nemzetekké próbálták formálni mindannyiunkat. A nemzetekben rejlő évszázadok alatt hagyományozódó tudás és tapasztalat azonban mindezt nem engedte. A hőstörténetek, mandák alakjai, a történelem nagyjai ott álltak az akkori ifjak szem előtt, és bennük példát találva, belőlük erőt merítve voltak képesek véghez vinni mindazt, amit korábban az idegen hatalmasok nem néztek ki belőlük. Pedig felidézhették volna Dobó Istvánt, aki többszörös túlórejével szemben is megtartotta Egert. Vagy Zrínyi Miklóst, aki a hazát előbbre tartotta saját életénél. És ekkora már Kölcsey is felidézte azt, hogy hogyan nyögte Mátyás búshadát Bécsnek büszke vára. A magyarokat megtanította a történelem arra is, hogy a haza érdekeinek megőrzéséhez nem elég kifelé tekinteni és figyelmesnek lenni. Ahogy Dobónak szembesülni kellett Hegedűs István hadnagy árulásával, az évszázadok alatt számtalanszor megmutatkozott, hogy a zsoldos mentalitás legalább akkora ellenség, mint a kívülről ránk rontó tatár vagy török hordák. Sőt, még annál is nagyobb és fájóbb. Ma is felbukkannak Hegedűs Istvánok, akik az Európai Parlamentbe a magyar szavazók akaratából jutottak ki, majd első adandó alkalommal hátba szúrják a hazájukat. Vagy idehaza végzik el, amit zsoldjukat fizető gazdájuk rájuk bíztak. Van, aki egészen nyíltan teszi mindezt, mások pedig a nemzeti köpeny alól rántják ki a tört időről időre. 1848-49-ben számos, más nemzethez tartozó honvédek, közlegények és tábornokok harcoltak a magyarok oldalán a szabad, független országért és Európáért. Akik nem zsoldért, közvetlen anyagi javakért, pozíciókért rántottak kardot, hanem a tiszta eszmékért és egy valóban fejlődő gazdasági és társadalmi értelemben is gyarapodó államszövetségért. Aki ezekkel az eszmékkel, igaz szándékokkal nincs tisztában, soha nem fogja ezt megérteni. A maihoz hasonló ünnepi alkalmak arra is jók, hogy az évfordulós megemlékezés mellett emlékeztessünk rájuk. Damjanich, Pöltenberg vagy Bentámorok szinte a nyelvünket sem értette. Értették viszont azt, hogy mit jelenthet, hogy mit eredményezhet az, ha a szabadságharcot sikerre viszik. Több főtiszt visszaemlékezésében vagy a róluk született leírásból tudjuk, hogy a harcok során egyetlen dologra vágytak a legjobban, a békére. Szabadság, egyenlőség, testvériség, ezek a béke és a harmóniai dogmái. Miért kell ezeket olyan félelmetes köntösbe öltöztetni? Tette fel a kérdést Victor Hugo, aki maga is több forradalmat vett regényei alapjául, hogy megtalálja a megfelelő választ. Ő megtalálta, és nekünk is mutatja a helyes utat. Azt az irányt, melyet Európa hatalmaskodói és eszméik helytartói ma is nehezen értenek meg. A népek szabadsága, a közöttünk kialakuló testvériség és barátság egyenlővé tehet minket, ha egymás kölcsönös megsegítését és boldogulásával vetett hitét tűzzük ki közös célunkul. Ma ezeken újra rajta akarják tartani a félelmetes köntöst. Aki erre törekszik, azt megbélyegzik. De hogy 1848-ban, úgy most,
170 évvel később sem tudják, és a realitás érzékét elveszítve nem is látják, hogy mekkora erők állnak e mögött. A birodalmi szemlélet akárcsak akkor, ma is a végóráját éli. Egy törekvésünk lehet csak, hogy fenntartsuk az építő békét. Mert az évezredes tapasztalat erre is megtanít. Ahogy Albert Camus figyelmezted, azért lettünk, hogy alkossunk, szeressünk, nyerjünk, azért lettünk hát, hogy békében éljünk. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves honfitársaim! A mai magyar törvényhozás többségét alkotó politikai közösség és a magyar kormány tagjait is sokszor emlegették, és emlegetik gúnnyal, mert úgy fogalmaztunk, hogy 2010 tavaszán a magyar választópolgárok a szavazófülkében egy szimbolikus forradalmat vittek véghez. Ezzel a gúnnyal azonban nem minket martak meg, hanem azokat a milliókat, akik felismerték. Hiába törekszenek önmaguk és nemzetünk gyarapítására, olyan erőkkel találták szemben magukat, akik hazugságaikkal önmegadásra, értékeik feladására kényszerítették volna őket. Akik a demokrácia leple alól még a 21. században is a tömegbe lövettek. Magyarok milliói azonban kiálltak amellett, hogy közös erővel lebontsuk a régi, korhat ideológiát, és alapot teremtsük az új, az Európában számot vető, szabad Magyarországnak. A mi gondolatunkban, törekvéseinkben úgy él Európa képe, mint ahogyan 1849 után lassan építkezve kialakult a boldog békeidők osztrák-magyar monarchiája. Hogy a hozzáadott munka és érték valóban gyarapít, és ennek eredményeiből a befektetett erőforrások arányában igazságosan részesülhet mindenki. Mind a hazai, mind a nemzetközi porondon a béke és a békés építkezés fenntartására törekedtünk, és törekszünk ezután is. Igen, megtörhetetlen meggyőződésünk, hogy erős Európát csak erős nemzetek tarthatnak fent. 1848 egyik legfontosabb vívmánya az volt, hogy megalakult az első független, felelős magyar kormány. Annak első miniszterelnöke, gróf Batthyány Lajos, számos honvédhez hasonlóan a megtorlás áldozata lett. De a magyar nemzet akkor sem csüggett el, és nem adta meg magát. Az évtizedek elteltével pedig a kormánytagjai meg tudták mutatni, és meg tudták értetni, hogy mi is volt a valódi szándékuk. És ma már büszkén állítjuk, politikai hovatartozástól függetlenül példaként magunk elé az országépítő gróf Széchenyi Istvánt, az egységes népoktatás alapjait lefektető Báró Ötvös Józsefet, Deák Ferencre, a kiegyezés kovászára pedig a hazabölcsekét tekintünk. Gróf Andrássy Gyula pedig száműzött 48-as nemzetőrparancsnokból 1871-re a monarchia külügyminisztere lett. Ma minden magyar példaként tekint rájuk, minden magyar. Éljen akárhol a Kárpát-medencében vagy a világban, tartozzon bármely párthoz vagy értékközösséghez. A mi dolgunk nem lehet más, mint tanulni tőlük. Csüggedni, meghátrálni pedig semmilyen körülmények között nem szabad. Az első leckét pedig vehetjük Széchenyitől. Bármely szerencsétlen helyeztetésű legyen is az ország, bármely láncok által legyen is lebilincselve a nemzet, előbb-utóbb mégis szabadabb létre vív, ha a lakosaiban a polgári erény tiszta vére buzog. A mi helyzetünk ebből a szempontból is kettős. A Kárpát-haza egy egységes, bőven megáldott kultúrtáj, ahol a magyarság és a vele együtt élő nemzetek hatalmas kultúrát és gazdagságot tudtak létrehozni. Voltak is mindig, akik éppen ezután sóvárogtak. Ugyanakkor rendre útjába kerültünk olyan nagyhatalmaknak is, akik rajtunk keresztül kívánták elérni a másikat. Magyarország azonban sosem adta fel nemzeti önállóságát, és sosem szolgáltatta ki Európát sem. Sokszor elhangzik, hogy küzdelmeinkben mindig egyedül maradtunk. Azt azonban hozzá kell tenni, hogy az igaz ügyben mindig voltak, és ma is vannak társaink. Az Európát előzően kívánott török elleni harcban épp úgy, mint 1848-ban, vagy éppen napjainkban. Ezért tarthatunk ott, hogy a sok évszázados háborúskodás, honvédőharcok mellett folyamatosan erősödtünk és gyarapodtunk. A 20. századi vérveszteségek, az ország szétdarabolása, a barna és vörös diktatúrák vérengzései után is fel tudtunk állni. Az új európai rendszer csatlakozva pedig első perctől igyekeztünk ismét integráns része lenni a kontinens közösségének.
nem zsoldosként, nem gyarmatként, nem birodalmi érdekek kiszolgálóiként, hanem a közös teherviselésben és a javak igazságos elosztásában egyaránt résztvevő, önálló nemzetként. Ezért fontos a nemzeti önazonosságunk erősítése, hogy a világ különböző pontjain élő, a különböző történelmi okok miatt tőlünk elszakadt honfitársaink közjogi értelemben is államalkotók legyenek, és véleményt nyilváníthassanak arról, hogy az ország mindenkori vezetői hogyan végzik dolgokat. Ezért fontos a családok, a települések, az értéktelen munkát végző civil közösségek megerősítése. Ezért fontos a vállalkozói szférában még meglevő hátrányok leküzdése. Ezért volt szükség a közigazgatás és a különböző feladatokat ellátó intézményhálózatok átalakítására. És ma is azért van szükség mindenek előtt arra, hogy megvédjük az országot, és ezzel együtt sokadszor Európa határait is. Megvédjük azoktól, akik betódulva fel akarják borítani Európa kulturális és gazdasági egyensúlyát, akikkel az a cél, hogy gyengítsék, kiszolgáltatottá tegyék az európai társadalmakat. És megvédjük azoktól is, akik, ahogy 2004-ben, úgy ma is, hangosan, érthetetlen gyűlölettel utasítják el saját nemzettársaikat. Ezzel szemben viszont bárki mást beengednének, minden korlát nélkül. Mi az egységes nemzet felemelkedésében hiszünk. Ehhez pedig úgy hasznosítottuk és hasznosítjuk a közös piac erőforrásai, hogy nem engedtünk magunkat térdre kényszeríteni. Másokkal ellentétben az Európai Uniós forrásokra nem adományként és nem zsoltként tekintettünk. Sokkal inkább a ki mit vett úgy arat erre alapján kívánjuk, a még előttünk álló számos feladatot elvégezni, a megoldásra váló problémákat megoldani. Tisztelt ünneplő honfitársaim! Európai kitekintésben úgy látjuk, hogy egy új reformkor, majd egy új kiegyezés kell. Másfél-kétszáz évvel ezelőtt is nagy kihívást jelentett a nagyhatalmi és a vezető ideológiákkal szembe helyezkedni. Akkor még Széchenyit, vagy éppen az életek megvédése szempontjából a legfontosabb eredményt elért Semmelweis Ignácot is Döblingbe zárták. Nem értették meg őket. Ma pedig már úgy emlékezünk rájuk, mint a legnagyobb magyarra és az anyák megmentőjére. Utóbbi kapcsán él a megállapítás. Legyőzte a kort, de nem győzte meg a kort. Ma már tudjuk, más eszközökkel, sokszor az uralkodó áramlatokkal szemben is érvényre juttatni érdekeinket. Egyúttal pedig hozzájárulni minden olyan közösség gyarapodásához, melyhez egyénenként vagy nemzetként tartozunk. Tettekkel kell meggyőznünk a kort, de minden tettünk előtt meg kell hallgatnunk, és meg kell fogadnunk, amit a nemzeti imánk szerzője Kölcsey Ferenc üzent. A mindennél többet érő négy szócskát, a haza minden előtt. Köszönöm, hogy meghallgattak. A következő percekben felemelő ünnepi műsort láthatnak a Derecskei Bocska István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4. évfolyamos tanulóinak előadásában, akik hetek óta minden nap készülnek erre az ünnepre, hogy méltó módon ünnepeljék meg városunkban nemzeti ünnepet. Felkészítő pedagógusok Dendőr Ferné Orbán Erzsébet, Kis Andrea, Hatháziné Jónás Mária, Lugosiné Illés Margit, Dombi Imréné, Kis Irma, Gulácsi Ilona és Kindrés Marian. A forgatókönyvet írta Dombi Imréné és Hatháziné Jónás Mária. Ünnepi műsorok címe: Jó magyarnak lenni. A múlt a jövendőnek tükre. Hangzott el Kossuth Lajostól azokon a napokon, melyek minden évben újra születnek szívünkben. Az 1848-49-es hősöknek a nevét csak töredékében olvashatjuk a könyvekben.
a szabadságot, az alkotni képest, a közös célokért tenni tudó és tenni akaró egyének teremtették meg. A polgári forradalom lehetőségét az emberek összefogása vívta ki. Akaratukat összekovácsolta, erejüket megsokszorozta, hogy tudták, nagy dolgokra képesek, ha összefognak. Ők tetteikkel bebizonyították, hogy bár egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen. A nemzet összetartásának tudata 1848 óta a leggazdagabb erkölcsi, szellemi és érzelmi erőforrásunk. Bárkié is a dicsőség, a hazáé a haszon, írta Petőfi. Ma büszke a szívem, hogy magyar vagyok, ízik a lelkem és szemem ragyog. Ma minden levél, minden ág, egy szót suttog Magyarország. Magyarország! Magyarország! Amihez Kiki a legjobb tudása szerint azt adta, amilyen volt. Építészeink az olyan mesterműveket, mint a Vígadó, az esztergomi bazilika, vagy a Nemzeti Múzeum, amelyeknek mai csodájára járnak a világból. Tudósaink az olyan találmányokat, mint a nyuga, vagy a villanyotor, és az olyan intézményeket, mint az akadémia, vagy a Széchenyi Könyvtár. Iparosaink és kétkezdi munkásaink pedig tudásukat, erejüket és tulajdonjukat adták. Így épülhetett fel a Pestet és Budát összekötő lánctíz. És 1846-ban így indulhatott el Pest és Svájc között az első vonat. Nyelvújítóink, íróink és költőink az anyanyelvünket, amiben beszélhetünk. Idézzük meg most őket. Krúdi Gyula. Éneklő fogány asszonyok darolásából született a magyar nyelv. A csodaszarvas rászere agancsával az erdő ételeit, a piros bogyókat, hogy szép magyar szavak legyenek belőlük. Kosztolányi Dezső. Az a tény, hogy anyanyelvben magyar, és magyarul beszélek. Gondolkozom, írok, életem legnagyobb eseménye, melyhez nincs fogható. Lényeg Sándor, a magyar nyelv olyan, mint egy hangszer. Aki játszani akar rajta, annak minden áldott nap gyakorolnia kell. Kazinczy Ferenc, a nyelv olyan, mint a kép, a maga egymásba futó színeinek gyönyörű játékával. Kodály Zoltán, a magyar nyelvet is tanulni kell. Még a született magyarnak is. Ha nem csiszolja, újítja folytonosan, berosztásodik. László Fialadár, a leghordozhatóbb haza, kétségtelenül az anyanyelv. Miért éppen piros? Fehér, fehér a magyar nemzeti logó. Magyarország ezer éves történetében először 1848-49-ben a Habsburg-ház elnyomásában szemben kitört
magyar forradalom és szabadságharc mondta ki a piros, fehér, zöld zászló törvényes használatát. A magyar zászlón a vörös az erő szimbolizálja. Körmét, fogát, véletekkel festi meg.
Petőfi, Vasvári, Jókai és még sok száz egyetemista lefoglalta Landerer nyomdáját, mert az volt a legközelebb hozzájuk. Kinyomtatták a 12 pontot. Mert hogyan is kezdődik az a nevezetes 12 pont? Nem, kedves barátaim, nem az első ponttal. A papírlap tetejére forradalmáraink még a legutolsó pillanatban is azt nyomtatták oda, hogy legyen béke, szabadság, egyetértés. Kívánjuk a sajtunk szabadságát, a cenzúra eltörlését. Felelős minisztérium Budapestek, évenkénti országgyűlés Pestek, törvény előtti egyenlőséget polgári és vallási tekintetben, nemzeti őrsereget, közös felviselés képviseletet egyenlőség alapján, az úrbéri viszonyok megszüntetését, esőcégek, nemzeti bankot, akaratlanság esküjét meg az alkotmánya, magyar katonáinkat ne vigyék külföldre, a külföldieknek vigyék el tőlünk. A politikai státusz fogja bocsátassanak szabadon. Unió, vagyis Erdélynek Magyarországgal való egyesítése. Délután 3-ra gyűlés hirdettek a múzeum terére, s a tömeg eloszlott. Eloszlott, hogy szétvigye a belvárosba, a külvárosokba a sajtó felszabadításának hírét és a forradalmi nyomtatványokat. Délutánra csak nem 10 000 ember gyűlt össze a múzeum terére. Yeah.
ezeket a gondolatokat. Hogy miért jó magyarnak lenni? Erre rém egyszerű a válasz. Mert hogyha a magyar himnuszt hallom, a hideg borzongat. Magyar vagyok, hiszen Magyarországon születtem. Ez az én hazám. Magyarul beszélek, magyar emberek vesznek körül. De más is jelent magyarnak lenni. Ez egy érzés is, amely mélyen belülről jön. Úgy gondolom, a hazaszeretetet belőlem kijönni nem lehet. Oly sok történelemben híres ember védte a hazát, akár életük árán is. Mi is így védjük és tiszteljük, mert ez mindig a miénk marad. Édesanyámtól tanultam meg a világ egyik legszebb és legnehezebb nyelvét. Rajtam kívül még 10 millióan ilyen átmondnak ezen a nyelven. Édesapámtól tanultam meg, hogy mi a hazaszeretet, édesanyám pedig arról mesélt, milyen magyarként más országban születni. Nagymamám, aki gyerekközségnakon élt, sokat mesélt arról, milyen nehéz volt egy másik országban magyarnak lenni. Szüleim jóvoltából 17 országban jártam már repülőben. Visszaútkor, mikor a repülő berepült Magyarországra, biztonságban éreztem magam. Mindenütt jó, de a legjobb otthon. Én azért szeretek ebben az országban élni, mert biztonságban érezhetem magam, nincs földrengés, ciklon, hurrikán és háború veszély. Vannak hagyományaink, amiket tisztelni kell, például a néptánc. Én is néptáncolok, és ezzel tovább viszem a hagyományaimat. Jó magyar fiúnak lenni, mert a magyar lányok a legszebbek a világon. A hazámat nem úgy szeretem, mint az anyukámat, mert a haza nem tud megölelni, a szomorú vagyok. És pucit sem ad, ha hazaérek. Te felel segít, hogy álmaimat megvalósítassam. A magyar zászló az ő szín, a remény szimbóluma. Jó a történelmi hőseinkre visszaemlékezni, és jó magyarnak lenni. Van nekünk egy zászlónk, mit nem tépednek szét.